Sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt van velem Benny Pova. Háhá, átvertelek titeket. Én nem is vagyok Benny Pova, csak megvan a skin-e. Yay. Igen, ahogy láthatjátok, a Boldi is itt van végre a nézők túlélőibe, és mivel nagy Benny Pova fan lett, nem olyan rég, ezért, ja. Ja, meg Begá is itt van újra, És nincsenek cuccaim! Ja igen, a Boldi amikor belépett, nincs cucc. És ja, ez a gond. De ezt majd orvosoljuk. Amúgy is van vasa izémben. Na. Képzeljétek el nézők, mi történt. A kedves Minecraft készítők meghallgatták a szenvedésemet, és gyorsabbá tették a chatet, szóval a chatet, hülye vagyok, a beállításokat, szóval amikor belépek a beállításokba, akkor gyorsabban beadja. És én ennek nagyon örülök. Begállj meg követ. Várjál, most mondjad, Boldi, amit te akartál. Na, azt akartam mondani, hogy ugye az Iza valamiért letöltötte ezt a világot, és csinált belőle egy másik túlélőt, amit... Azt már mondtam a nézőknek a előző részben. És ott találtunk gyémántot, és most arra a barlangba el akarok menni, és kiszedni a diamondot. De Boldi, egy valami baj van. Nem kapod már. Hogy a nézőknek is mondtam, hogy a ja, egyébként ide tudtam hozni a meddinges villagert. Ja, és akkor tudnák csinálni egy kisztotra. Igen, csak 38 emeráldba kerül. Na, szóval azt akartam mondani a nézőknek, hogy én kerestem videón kívül azt a cuccot, amit mondtam. És egy baj van, hogy átnéztem ugye ezt a túlélő világomat meg ezt, és ebbe a világba nincs meg az a szakadék. Azért, mert szerintem ebbe a világba biztos, hogy ott van, szóval szerintem lehet, hogy ott van a szakadék, csak lehet, hogy be van temetve egy fallal. Jó, szerintem ez történt a nézők túlélői első évadban, amikor bementem, és megcsináltam többször azt a világot, és azt a világot, akkor nem volt ott a, hogy hívják, templom. Mert egyáltalán ott kéne, hogy legyen egy templomnak. Kettőnek kellene ott lennie. Igen, kettőnek. Na, Boldi, akkor jössz? Hova? Hát abba a barlangba. Igen, csak hogy jöjjek még gyorsan, És tök jó farmat csináltunk. Na mindegy. Szerintem úgy fogom megcsinálni házamat, ahogy elkezdtem legutóbb. Crayból. De most ne házat kezdj el, hanem gyere be barlangászni. Ott a falu fele valahol van. Valahol itt kéne, hogy legyen. Igen, itt van. Itt lesz, mert én arra emlékszem, hogy... Ott van. Igen, itt van. Itt van a bejárata, itt kéne be is. LOL! What the hell? Mi az? Ez a te már voltál? Aha. Én ezt felfedeztem a előző részben. Csak nem szedtem ki mindent. Akkor hagyd szedjek vasszal már fel. Milyen sokáig is voltál. És egyébként elméletileg erre kell lemennünk. Itt fel. Látom még erre felé valahol. Várják, közben a nézőknek mutatom, hogy hol kéne lennie annak a cuccnak. Nem. Igen. Én szerintem azt tudom. Nem. Igen, itt fent, és erre felfelé. Csak itt még kéne nekem fákja. Nekem van 20. Hogy nem kell? Au. Mi van? Gyere. Nincs páncélod? Nincs. Otthon van a páncélom. Ó, Bob, mutatni, miért nem akarok? Tessék, ott van vas helyette.
Hallok még egy skeleton. Na nem áll, itt van egy skeleton. Nem, nincsen. Na, itt nem lehet. És akkor elméletileg egyenesen kéne tovább mennünk még. Tehát még itt út közben kiszedem a vast, hogy legyen egy kéne. De... Hallod, Boldi? Lehet, hogy mégis megvan az út. Hozzá már... Majdnem csúnyát mondtam. Hozzá már légy szíves izét. Le kéne gondolom. Nem? Adjál már. Boldi, nem tudnál passzolni nekem egy, legalább egy kettő darab szenet? Vagy fákját. Várj, de a hármat add vissza a szenetére, van nálam még íze. Mert van nálam, és akkor tudnál csinálni szenet. Na most nem tudom, azt nem tudom, hogy lefelé kell, hogy legyen, vagy fölfelé. Mert össze viszont elfelejtettem. De megvan a skeleton, amit hallottam. Aranysapéja van. Öljed. Én addig itt körülnézek, hogy hát itt lent van. Mert nem emlékszem pontosan. Au! Arra emlékszem, hogy ilyen víz vezetett le. De nem ez a víz. Nem ez a víz, hanem másik. Oppa, mennyi vatal lett. Lehet, hogy erre van. Nem emlékszem. Nézzük meg az összes utat, oké? Itt a... Oh my god! Egy vicc, megölöm! Öljed meg te, mert nekem nincs annyim. Nekem van páncélom is van. Dobott? Valami? Két lettem. Lol. Akkor ha már... Itt már felvisz a homokos részed. Az nem jó. Nagyon sok szén van itt, tegyél meg. Nem, én most vasat szedek inkább. Ja, az is jó. Akkor én szedem azt. Kéne még hagyni energit a vasszátányomnak, hogy... De szerintem, Boldi, az a kanyon az valahol be van temetve ebben a izében. Mert elméletileg már meg kellett volna találnunk. Vagy csinálunk TNT-ket, és ahol... Mindegy. Ez az cheat akkor. De nem becsítelni a TNT-ket, hanem craftolni. Halászni creeperöket, és akkor úgy. De vagy itt fönt kéne egy alagútnak lennie, vagy ott lent kéne egy alagútnak lennie, amiben lecsorog egy víz, de nincs itt. Ez most kom. Nincs itt. Itt kéne, hogy legyen. Nem. Nem, mert én emlékszem, hogy hol van. Igazod van! Nem emlékszem. De igazam van. És úgy értem, hogy én nem emlékszem. Nem vagyok. Na mindegy. Most nem... Én ebben a részben nem akartam ezzel a kanyonkereséssel foglalkozni. Az a lényeg, nézők, ennek a kanyonkeresésnek, hogy a kanyon az megvan, csak be van temetve, és nem tudjuk, hogy hol van az a picike kis utacska, ami oda vezet. Vagyis be van temetve, és jó. Ja. Oké. Okay. De majd megkeressük. Csak craftolnunk kell TNT-t. Majd én videón kívül halászok creeperöket, és akkor majd robbantgatunk. Én figyelj, Iza, ha már te felmész, akkor én maradok itt lent és bányászok meg. Oké. Okay. Mert nekem most vannak. Este van. Jó. Hát nem annyira. Oké, neked nem. Nem azt mondom, hogy utálom az estét. Csak nem mindig jó. Ja, egyébként még Deltát még mindig nem hoztam vissza. Igen, Delta. Egyébként itt van a páncélom, és
olyan pózba állítottam be, hogy mintha valami hős, hogy ez az én kardom, kb. Így. Mi? Megvan az a... Mi? Mi van? Megvan az a ház. Milyen ház? Az, amiben benne vagy. Igen. Miért ne lenne meg? A tengerpart mellett vagy. Nem! Ja. Az nem ez. Ez egy másik háza. Csak itt is van armor standerem. Na van egy stack izém. Na nézzük egyébként a fő cél... Ja, hogy van üllőm. Igazából a fő cél az, hogy most összegyűjtsük a 38 emeráldot, vagyis nekem a fő cél, hogy összegyűjtsem a 36 emeráldot, és akkor tudjak a villagerünkkel trédelni. Igen. Megyek kicsit izélni. Még mit tudnánk? Még kéne nekem kaja. Az lenne a legjobb, ha tudnánk aludni. Csak ugye te 600 ezer kilométerre vagy. Akkor elhasználom a húsaimat. Oké. De annyira. Na én kicserélem viszont a üvegeimet szerintem színes üvegre. Milyen színűre? Még nem tudom. Így. Így. És majd kéne szebb sárba. Két páncélozott. Mennyi pincsak. Ja, tudom, mostanában a pici házkok azok nagyon izék, erősek lettek. Nagyobbak a izék a házkok a normális. Dehogy is nagyobbak, azok ugyanekkorák. Belaggoltam, amikor megnyitotta az izét. Jaj, de jó, hogy összes fámat kiégetem. Jaj, nekem megint faján. Egyébként nézők, most nemrég vettük észre a Boldival, hogy amikor valamelyikünk az ágyba alszik, akkor kiírja a chat, hogy az ágyba, hogy a Boldi az ágyban alszik. Ha, vagy a hajnalra ugráláshoz minden játékosnak az ágyba kell aludnia. Szóval ahhoz, hogy napfelkelte legyen, ahhoz mindannyiunknak aludnunk kell, aki a világban van. Iza, tök furcsa, hogy amikor máshogy néz ki a házad. De mondtam, hogy átalakítottam. Majdnem el. Egyébként majd Boldi, gyere át hozzám, és nézzék fel a felső emeletre, ahol a ház van. Ott is van egy szoba a tetőben. És azért ilyen furcsa a tetőm egyébként, mert így alakítottam ki. Egy kicsit levehetnéd a játékhangot, mert lehet, hogy nekem is belehangzik a videóba. Hát tudom, hogy te kakizd mindent. Mert te nem mi a... Benne van a kívülben, Todi? Igen. Szerencse. De fát? Hol haltál meg? Házam mögött. Lol, de... Itt van a vaskardod meg a vaskáncél, csak nem használom. Az igen, már van 10 emeráldod. Igen, de azt a medingre gyűjtöm. Ez jó. Ja, azt majd rá akarom tenni. Cipőmre. Nagyon szépen néz ki hangod. A redstone fákják a hangulatvilágítás miatt van. Ja, a hangulat.
Tudod, hogy azok nem világítanak olyan erősen, és nem zavar. Ezt elviszem, mert szerintem kéne a kertemhez. Majd. Egyébként képzeljétek el, a Boldi egy farmer. Nem a gatya a farmer, hanem tudjátok, aki a farmokon dolgozik, meg ilyesmi. Na, a Boldi egy olyan. A Boldi nagyon szeret kertet csinálni, meg ilyen meg állattenyészetet, és ő egy igazi gazdálkodós emberke. Szerintem olyan skin élene hozzád, Boldi, hogy a házki skinedre ráteszünk ilyen szalmakalapot, és akkor ilyen búzát a szádba, és... és akkor ilyen farmer ruhába. Ja. De szerintem igazam van. Ja. De és még te is helyesen lett, hogy igaz. Jó, ahogy érzed. Valamilyen színem itthon. Nem, nincsen. De van virágotta, 21 virágotta. Jó, de az pinket ad. Elmegyek kaktuszért és csinálok világos zöldet. De viszont a felső emelet az... Felső emeleten szerintem piros lesz. Lol, hogy kiütöttem a kaktusz, azután kiütöttem egy srábit. Mi az a srábit? Tudod, az a száraz növényes hivatag van. Mindegy, úgy néz ki, mint egy száraz facsemete. Az a sráb. Srábidi-dábidi. Hülye sóder. A jégen járásra. Nem. Hogy csinálnék biacipőt? Nincs is. Mennyibe kerül? Nem tőled kérdezem, magamtól. Mennyibe kerül a rácsinálás? Nézzük. Jégen. 4 XP. Jó. Na nézzük, lett egy égen járó cipőnk. De jó. Próbálhatom? Nem, én próbálom ki előbb. Nem úgy értem. Nézzük, én húzom már 20 percemet. Boldi, gyere föl. Gyere föl. Várj, ezt még gyorsan kifogom. Jaj. Gyere. Boldi, maradjat. Olyan, mint ha ez valami lenne. Jövök. Ja. Ha például mész a tengerem, ez itt használódik, az a használódik, miközben megyek a jégen? Nem. Úgy használódik, hogyha... Igen, ha megüt. Ne már! De Medinget akarok erre rátenni. Másolko. Nem már, Boldi, de ne ütögessél. Osztom ennyi köben van. Na gyere, akkor elköszönjünk itt. Hát elolvadnak. Éjszaka viszont nem olvad el. Na. De én Oxy Foxy voltam. Ez a Nézők túlélői volt. Találkozunk a következő részben is. Sziasztok!